Csengerben is megemlékeztek az 56 évvel ezelőtti októberi forradalomra. Az eseményt immár hagyományosan állampolgári eskütétellel kapcsolták össze a Makovec Imre által tervezett és róla elnevezett iskolában. Közel 3000 honosítási kérelem jött már be Csengerben, most közel 2300-2400-nál tartunk. Ez nagyon fontos nekünk itt határmentén élő településeknek, a Párcium mellett élőknek, hiszen mi annak idején is egybe tartoztunk, közös volt a múltunk, közös a történetünk, közösek a gazdasági társadalmi kapcsolataink, és ezért úgy gondoljuk, hogy nekünk fel kell ezt vállalni, és nagyon fontos, hogy a határon túl érő barátainknak és rokonainknak segítsünk abba, hogy amit annak idején elvettek tőlük, azt újra visszakaphassák. Az egyszerűsített honosítási eljárás keretében 250 állampolgárságot igazoló okiratot nyújtottak át Csengerben, majd virágokkal, koszorúkkal emlékeztek az 1956-os hősökre.